A jogszabályok szerint azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket, tankötelesek, vagyis be kell őket iratni az általános iskolába. Ideális esetben az óvoda pedagógusai és a szülők közös döntése alapján a szülő kérvényezheti, hogy gyermeke életkora ellenére még egy évet az óvodában maradhasson. Az oktatási hivatal sok esetben szakértő segítségét kéri a megfelelő döntéshez. A hivatal végzi el a benyújtott dokumentumok alapján annak a mérlegelését, hogy a gyermek marad óvodában vagy nem marad, illetőleg ha indokolt, akkor a hivatal olyan szakember rendel ki a gyerek vizsgálatához, akik minden kétséget kizárólag kellő és magas szakértelemmel rendelkezve ezt biztonsággal el tudják dönteni országos összehasonlításban is. Amennyiben a kérelmet elutasítják, a gyermeknek meg kell kezdenie a tanévet szeptemberben. A szakértő azt mondja, hogy a szülő megfontoltan döntsön, hiszen fontos tudni, hogy amennyiben a szülő kérelmét elfogadta az oktatási hivatal a tekintetben, hogy a gyermek valamilyen oknál fogva nem iskola érett, úgy nem gondolhatja meg magát a tanévkezdés előtt. Mindenképpen indokolt az óvodában, az óvoda pedagógussal, az óvoda vezetővel is konzultálni, akik nagyon jól ismerik a gyermeket, nagyon szívesen ki is állítanak a szakvéleményt a szülő számára, hogy ők hogy gondolják, ők hogy látják a gyereket az óvodai foglalkozások alapján. És ha a szülő ténylegesen alaposan körbejárja a gyermekének a fejlettségét, ami ugye január 18-a benyújtást tekintve az ezen a héten eldöntendő. Ugye ezt követően ugye van még pár hónap, tehát ugye már január végétől igazából ugye augusztusig, arra, hogy a gyerek még növekedjen, fejlődjön, de azért ezt az óvoda, hogy a szakemberek meg tudják jó esélye mondani, hogy a korosztályra jellemző fejlődési ütemet nézve az adott egyén, az adott tanuló valóban elérje, vagy nem érje. Tehát ezért jellemzően 6 éves korban a világ legtöbb országában szinte majdnem mindenhol elkezdődik az iskola. Szombaton 72 ezer általános iskolás tanuló írja a magyar nyelv és matematika írásbeli felvételit. Fontos tudni azt is, hogy azok a gyerekek írnak most vizsgát, írásbeli vizsgát, akik december elején jelentkeztek írásbeli vizsgára, azért jelentkeztek, mert azok a középiskolák, ahova ők majd benyújtják a jelentkezőket február közepén, hiszen akkor kell, hogy jelentkeznek felvételi eljárásba, azok előírják a írásbeli vizsgán való részvétel kötelezettséget. Ugye a magyar középfokú továbbtanulásnak van egy sajátossága, a középiskolák nagyon sok férőhelyet hirdetnek meg, kiválóan marketingelik magukat, hogy minél több tehetséges tanulót vegyenek föl, és az oda vezet, hogy bizonyos középiskolákba sokkal többen jelentkeznek, akár kiváló képességű gyerekek, mint amennyi a férőhely. Tehát közöttük mégiscsak valamilyen rangsort kell végezni, és hát el kell dönteni, hogy valami objektív szempont alapján, hogy ki jöhet és ki nem. És az olyan iskolák, akik, hát hogy mondjam, sokkal több helyet fizetnek, mint amennyi jelentkező lesz hozzájuk, ők pedig szívesen fölvennének máshol jelentkező gyerekeket. Ugye ez a jelenlegi felvételi szabályozás, ez nagyon régóta van így, és jelenleg azzal, hogy nincs kötelező középfokú felvételi intézmény, vagy jog előírva Magyarországon, jelenleg ez a legjobb eljárásrend, amit ki lehet találni. A fiatalok a felvételét a hozzájuk legközelebb eső intézményben is megírhatják, hiszen a középiskolák egységes feladatlapot iratnak meg. A ponthatárokat a későbbiekben minden esetben az intézmények határozzák meg. A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja 2024. január 30. 14 óra. Ezen a vizsgán azok vehetnek részt, akik január 20-án alapos ok miatt igazoltan nem tudtak elmenni az írásbelire.